Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal rendeztek megyei rendőr és tűzoltó napot. A házigazda szerepét ezúttal Bonyhád vállalta. A köszöntő beszédeket követően a megyei kapitányságok munkatársai vehettek át elismeréseket. Az év Bonyhádi rendőre címet idén a helyi rendőrkapitányság címzetes őrnagya Kucsera Renáta érdemelte ki. Hiszek a rendőrségben, hiszek a szakmában, és hiszem, hogy ezzel segíthetünk az embereknek. A Bonyhádi évrendőre díjat a város önkormányzatának képviselőtestülete ítéli oda a helyi kapitányságon dolgozó, kimagasló eredménynyújtó rendőrnek. Filóné Ferencz Ibolya szerint különösen fontos, hogy ilyen módon ismerjék el azokat, akik hivatásuk során a közjóért, a közrendért dolgoznak. Hosszú évek óta létezik már ez a városi kitüntetés, mindig egy grémium javaslatára a testület határoz arról, hogy abban az évben kikapja ezt a kitüntető címet. Én azt gondolom, hogy a mai világban az a szó, hogy biztonság felértékelődött. Bármilyen területre gondolkodunk a biztonságról, ez fontos. A Bonyhádi évrendőre mellett még több mint 60 elismerést adtak át a helyi Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. Ács Rezső Szexárd polgármestere idén Kósik Lászlót és Hufnagel Tamást ismerte el a város önkormányzata által odaítélt év szexárdi rendőre díjjal. Szükség van olyan kiemelkedő munkát végző szakemberekre a rendőrség berkein belül, akik példaképek is lehetnek egyúttal, és húzó névként jelhetnek meg az állomány többi tagja előtt, és azért fontos az, hogy a város közgyűlése, a város képviselőtestülete minden évben kiemelje azokat a szakembereket, akik itt dolgoznak Szexárdon, és a többieknél, az átagnál többet nyújtanak annak érdekében, hogy Szexárdon az ott lakók biztonságban érezzék magukat. Az év Tolna megyei rendőre díjat idén ketten vehették át. Pakulár Károly, a Szexárdi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője, és Farner János, a Tolna megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság közrendvédelmi osztályának kiemelt főelőadója. Szeretem azt, amit csinálom, anélkül nem csinálnám, illetve mindig vannak újabb és újabb kihívások, amiknek az ember megfelel, akkor ez egy óriási öröm, hogy olyan, mint a magánéletben is. Hát milyen érzés megkapni ennyi idő után? Mindenképpen jó. Tehát ez nem kérdés. Örülök, hogy elismerik a munkám minőségét, hát a mennyiségét azt az adott, az nem kevés, de hát jó érzés, sőt nagyon jó. A díjátadókat követően az egésznapos programsorozata a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ mögötti rendezvénytéren családi és kulturális programokkal folytatódott.